Tisztelettel köszöntöm a Fehérvár Televízió minden kedves nézőit. Kezdődik városismereti műsorunk, a Városrészek titkai. A sorozatban bemutattuk Székesfehérvár városrészeit, a belvárosról 10 adást is hallhattak és láthattak, akik velünk voltak. Itt az ideje, hogy egy kicsit váltsunk a témákban. A következőkben tematikusan folytatjuk majd ezt a sorozatot. Ami állandó, a szakértőnk, akit most is nagy szeretettel köszöntök, Váci Márk történészt, városkutató. Szervusz Csilla, szeretettel köszöntöm a nézőket. Egy kicsit speciális, egy kicsit más lesz a mai műsor az eddigihez képest, hiszen egy személy köré vonjuk majd a beszélgetést. Ki lesz a főszereplő? Dr. Sára Gyuláról fogunk beszélgetni, Székesfehérvár egykori legendás polgármesteréről, aki mintegy 10,5 éven keresztül töltötte be ezt a posztot. Azért is gondoltam, hogy róla beszéljünk, hiszen a karácsonyi városházi beszélgetésen őt megemlítettük, és még nem nagyon került szóba ebben a sorozatban, tehát mindenképpen érdemes áttekintenünk azt, hogy abban az évtizedben, amikor ő volt a város polgármestere, mi történt, egyáltalán milyen családi körülmények közül származott, mit tett korábban, mielőtt ezt a polgármesteri széket elfoglalta volna, illetve természetesen a műsor végén arról is fogunk azért beszélgetni, hogy az ő emlékezete hogyan őrződött meg itt a városban. A nevét gyakran hallottuk az elmúlt években, hiszen róla neveztek el egy útépítéssel kapcsolatos programot a városban. Igen, ez a Sára Gyula közmű és útfelújítási program, talán ez a hivatalos neve. Én útfelújításiként szoktam általában emlegetni. Egyébként közművekhez is kapcsolódik, erről szintén fogunk majd beszélni természetesen. Ahogy említettem, ugye az emlékezetét nyilván vissza fogunk majd térni a felsorolásban. Erre is, mert bizony van miről beszélni vele kapcsolatban. Fehérvári családban született Sára Gyula? Hát ez egy érdekes dolog, alapvetően nem volt fehérvári származású a család, az édesapja Sára Iván, illetve az ő felesége Németh Laura voltak azok, akik a nagyobb gyermekeikkel Székesfehérvárra költöztek az 1850-es évek elején, és én itt hoztam Sára Ivánnak a gyászjelentését, amit most meg tudunk mutatni a nézőknek. Ez 1875-ből származik, és hát annyi információval szolgál számunkra, hogy 5 gyermeket neveznek meg ebben a gyászjelentésben, valójában 6 gyermekük volt. Sajnos az édesapa nevét kapott Iván nem érte meg a felnőtt kort, tehát őt már korábban eltemették. Azt is tudjuk, hogy a Cserepes közben laktak egyébként, tehát itt telepedtek le a Palotavárosban. Nem véletlen, hogy egyébként Sára Gyulának a közéleti tevékenység is majd a Palotavárosban indul meg. Erről egy kicsit később nyilván fogok beszélni. Ki hinné, hogy egy gyászjelentésből mennyi információt tud levonni egy történész? Nagyon sokat, és egyébként még fogunk többet is idézni és képben megmutatni, mert érdemes, rendkívül gazdag információban. Ebből a gyászjelentésből egyébként azt is megtudhatjuk, hogy Sára Ivánnak, tehát az édesapának a testvére, Sára József 1875-ben, amikor a fivére elhunyt, éppen igali plébános volt a Veszprémi Egyházmegye kötelékében, és egyébként az internetes adatbázisokban róla meglehetősen sokat lehet olvasni, hiszen élénk közéleti tevékenységet folytatott. Az unokaöccse gyakorlatilag ugyanezt a vénát örökölte tőle, ezt a közéletiséget. Sára Iván egyébként Székesfehérvár város törvényszéki telekkönyvvezetője, illetve előadója volt, tehát a telekkönyvi irodát igazából ő vezette. Tehát Sára Gyulának azért voltak városházi kapcsolatai, de nagyon érdekes az, hogy ő maga egyébként a polgármesteri választás előtt egyetlen egyszer sem dolgozott magán a városházán. Persze városi bizottsági képviselőként megfordult itt, erről majd később szintén fogok néhány szót ejteni. Tehát az édesapa 1875-ben elhunyt, Sára Gyula egyébként, a fia, akiről ma beszélünk, 1874-ben érettségizett a Ciszterci gimnáziumban, tehát előtte egy évvel, és aztán a jogi egyetemet kezdte el Budapesten, amit 1882-ben sikerült elvégeznie. És mindjárt egy 1882-es hírben egyébként fel is bukkan egy újsághírben, amit szintén sikerült az internetről összeszedni. Ezt is mindenképpen érdemes megmutatnunk. Itt ugyanis idősebb Csitári G. Emil, tehát a későbbi polgármester édesapja, illetve Gáspár Imre, a Szabadság szerkesztőjének lovagias ügyéről van szó.
Ez a lovagias ügy egész pontosan arról szólt, hogy a két szerkesztő, mint ahogy általában az újságírók, újságszerkesztők, ugye tollal vívták a különböző küzdelmeiket, ezek nem ritkán egyébként becsületsértésig fajultak. És hát bizony, bár egyébként a törvények tiltották, illetve a párbaj során okozott halálos sérülést is fogházbüntetéssel torolták meg, és egyáltalán a párbajozást pénzbüntetés tilalma mellett ugye nem engedi ezt a magyar jog. Tehát senki nem járt jól. Senki nem járt jól vele gyakorlatilag. Mégis az idősebb Csitári G. Emil és Gáspár Imre párbajra adták a fejüket. És hogy erről a párbajról tudósítsanak a Székesfehérvár is vidékében, aminek Csitári volt egyébként a főszerkesztője, később aztán a fia, az ifjabb Emil, ugye a majdani polgármester vette át tőle ezt a posztot, és egyébként a családnak a nyomdájában, Csitári Kálmán nyomdájában jelent meg ez alap. 1882-ben egy felhívást, illetve egy nyilatkozatot tettek közzé. Többek között Tóth Artúr, a helyi függetlenségi körnek az egyik prominens tagja, illetve Sára Gyulának a nevét említve, mint tanúkat, hogy ezt a becsületbeli ügyet lovagias úton rendezték, magyarul egy párbaj ment végbe. Hogy ennek mi volt a kimenetele, arról igazából a sajtóban nem olvashatunk. Az a lényeg, hogy az elégtétel ugye megvolt gyakorlatilag, és innentől kezdve nincs miről beszélni. Hogy mivel végezték, milyen fegyvert használtak, azt lehet tudni? Hát ezeket a párbajokat általában karddal vívták, pontosan azért, mert nem akartak ugye halálos sérülést okozni, tehát ezek olyan lovagias ügyek voltak, amelyeket általában az első vérig tartó párbajokkal toroltak meg, és ugye a párbajnak az volt a jellemzője, pár magának a pisztolypárbajnak is, ami ugye azért általában vagy halálos sérülésig, vagy az első súlyosabb sebesülésig tartott, mint a középkori isteni ítéleteknek, hogy aki győzött, ugye, hát annak volt valójában igaza. Tehát itt azért az ügyesség is bizony nagyon fontos volt, viszont az is egy nagyon jó perspektíva volt, hogyha valaki mondjuk tanúként vagy segédként részt vetett ilyen párbajban, hiszen már nagyon fontos bizalmi embernek számított. Tehát azért 1882-ben, amikor Sára Gyula 26 éves, már egy ilyen párbajban ugye tanúként jelen van. És aztán egyébként Csitári, az idősebb Csitári és Gáspár között ezek a folyamatos pengeváltások idézőjelben, és aztán kevésbé idézőjelben, tehát ténylegesen folytatódtak. 1889-ben például szintén az idősebb Csitári a Székesfehérvár és vidéke hasábjain egy cikkben idézte meg Sára Gyulának a nevét, mint szavahihető tanújét, hogy a 7 évvel korábbi viaskodásban is ő ugye tanúként részt vett, tehát nyugodtan meg lehet tőle kérdezni, hogy az elégtétel megtörtént-e valójában. Nem biztos, hogy teljesen jó volt ezzel hozzá, hiszen rögtön kiderült, hogy abban, ami valójában bűncselekmény, ő is részt vett. Így van, hát gyakorlatilag tanúskodott, és ugye azért a cinkosság az végig csak ott volt a képben. Ráadásul ugye említettem, hogy jogi tanulmányokat folytatott, 1882-ben joggyakornok lett, aztán később ugye néhány évvel később ügyvédjelölt, tehát nem feltétlenül jelentett jót azért ez a jogi pályán, de hát általában ebben a korszakban azért az úriemberektől elvárták, hogy egy ilyen pozíciót betöltsenek, ezt a felkérést nem illet visszautasítani, hiszen hát akár újabb lovagias ügy is kialakulhatott belőle, tehát aki felkérte, valaki visszautasította, az sértésnek is tekinthette gyakorlatilag, hogy mellette nem hajlandó ugye kiállni és tanúskodni. Úri huncutságok. Nevezhetnénk huncutságnak is, akkoriban így intézték az ügyeket, és aztán azért ne felejtsük el azt, hogy bizony nem egy bíróságon végződött természetesen, ahol nem csak a párbaj vétség miatt, hanem akár polgári peres vagy büntető eljárásban különböző ítéletek születtek, és nem mindig egyébként annak kedveztek, akinek igaza volt. Bár ezekből a sajtóvitákból néha azt is nagyon nehéz kihámozni, hogy ugye kiütött először, kiütött vissza, ahogy szokták mondani, és hogy valójában kinek volt igaza, nagyon sokszor egyébként ez nem derül ki. Na de hogy Sára Gyulára visszatérünk, 1885-ben ügyvédjelöltként olvashatunk róla, és ugye a 80-as években kezdte ő valójában a közéleti pályafutását. 1882-ben alakult meg a Székesfehérvári függetlenségi kör, azon a palotavárosi olvasókörön belül, aminek ugye többek között Sára Gyula is a tagja volt, már fiatal joggyakornok korában, és amikor a jogi egyetemet elvégezte, akkor aktívan bekapcsolódott a helyi közéleti tevékenységbe.
Ugye említettem többek között Tóth Artúrnak a nevét, de lehet említeni Holli Gézát vagy Csöppenszki Mihályt. Mindegyikük egyébként ügyvéd, jogász ember volt, tehát alapvetően jogi végzettségű emberek, és ők voltak azok, akik a helyi függetlenségi kört valójában elindították. Ez ugye azt jelenti, hogy 1867-ben megtörtént a kiegyezés, ugye Ausztria és Magyarország között, és ennek kapcsán ugye a külügyet, a hadügyet és a pénzügyet közös igazgatás, közös kormányzás alá vonták, amit ugye megerősített a közös uralkodónak a személye, és az osztrák-magyar monarchia létezése, vagy Ausztria-Magyarországnak a létezése, mint olyan. És a függetlenségi álláspont, vagy 48-as álláspont, később függetlenségi és 48-as pedig pont ez ellen ment, tehát a dualizmusnak, az osztrák-magyar monarchiának ezt a kettős berendezkedését támadta ugye alapvetően 48-as alapokon. Ugye a régi márciusi ifjak tartoztak ide többek között, bár közülük is azért többen voltak, akik inkább a 67-es álláspontot, tehát a kiegyezéspárti álláspontot képviselték. Mégis azért voltak néhányan, akik elég élesen szembehelyezkedtek ugye ezzel a dualista berendezkedéssel, és hát voltak olyanok, akiknek az álláspontja pedig időnként változott, attól függően, hogy a kormány és az uralkodó viszonya hogyan alakult. 1882-ben volt egy ilyen nagy törés egyébként, amikor az úgynevezett balpárt elkezdett szervezkedni, és ebből jött létre valójában ez a függetlenségi, majd később függetlenségi és 48-as párt, amihez egyébként többek között ugye a palotavárosi olvasókörből létrejött függetlenségi kör is csatlakozott, és aztán később pedig a függetlenségi párt helyi szervezete is ebből a körből jött létre, ugye az említett uraknak a részvételével, és az az érdekessége, hogy Sára Gyula polgármesterségéig, vagy az ő polgármesteré választásáig igazából nem volt olyan jelentős ez a kör, illetve ez a párt Székesfehérvár vonatkozásában, de ahogy elérkezett a választások ideje, 1907-ben, majd mindjárt fogom említeni ezt is, hogy miért fontos számunkra, illetve 1908-ban helyi szinten, akkor már a függetlenségi erők azért elég jól megmutatkoztak. Tehát valójában itt a pártok kialakulásáról beszélhetünk ebben az időszakban, gondolom nem csak az említett függetlenség. Léteztek már ugye korábban is pártok, hogyha jóval korábbi időszakra megyünk vissza, a 60-as évek elejére, akkor ugye az úgynevezett Deák pártról lehet beszélni, illetve az úgynevezett Teleki pártról, tehát itt ugye az volt a lényeg, hogy volt a felirati, úgynevezett felirati és a határozati párt. Ugye a felirati pártnak, vagy Deák pártnak ugye az volt az álláspontja, hogy minden egyes törvényt szentesítésre fel kell küldeni az uralkodóhoz, ugye jóváhagyás, és amennyiben ő jóváhagyja, akkor lehet kihirdetni. A határozati pártnak az álláspontja pedig hát gyakorlatilag egy ilyen, mondhatni, hogy köztársasági elnöki jogkört kívánt volna biztosítani az uralkodónak, aki összehívhatja, feloszlathatja az országgyűlés, ha éppen valamik törvény például nem tetszik neki, de lényegesen kisebb jogokkal rendelkezett volna mondjuk a törvények szentesítése kapcsán. Ez a 67-es és a 48-as álláspont közötti különbség, bár ekkor még ugye erről, mivel 61-62-ben járunk, nem beszélhetünk. Hát a Deák féle álláspont volt az, ami ugye fölénybe helyezkedett 67-ben, így jött létre a kiegyezés, de ezek a függetlenségi törekvések egészen 1918-ig tovább folytatódtak, és ugye 18-nak például Sára Gyula életében is nagyon fontos és jelentős szerepe van. Ha már itt a közéleti tevékenységét említettem, akkor mindenképpen érdemes megmutatnunk néhány helyi lapnak is a fejlécét. 1896-ból hoztam a Székesfehérvári hírlapét, 1889-ből pedig a Székesfehérvár és vidéke című lapnak a fejlécét. Ezekben a lapokban cikkeztek többek között a fiatal Sára Gyuláról, az ügyvédjelöltről, hiszen ekkor még csak jelölt volt, és aztán 1895-ben érkezett el az az idő, amikor az ügyvédi irodáját megnyitotta. Erről szintén egy apró kis néhány soros cikkben megemlékezett, illetve tudósított a Székesfehérvár és vidéke. Az akkori Kossuth utca 17-es szám alatt nyitotta meg ezt az ügyvédi irodát. Az előző két lapban, amelynek a fejlécét is láthattuk, ott milyen témát adott, tehát a függetlenségi párt miatt került bele? Egyrészt a függetlenségi kör, majd aztán később ugye pártnak a megalakulása miatt, hiszen ő volt ennek a titkára, aztán a 900-as évek elején pedig ő lett egyébként a pártnak a helyi elnöke, amikor Holli Géza egyéb pozíciót vállalt, egy újságszerkesztői munkát is többek között.
És ami még nagyon fontos volt az ő életében, hiszen gyakorlatilag polgármesteri választásáig ebben a körben tevékenykedett, ez az ipartestületnek, ipartársulatnak, mikor, hogyan nevezték, ugye, hogy pontosan mikor változott a név, azt most nem tudom így évszám szerint megmondani, nagyjából századforduló környékén történt a névváltozás. Tehát 1886-ban választották meg, akkor 30 esztendős volt, ezt a fiatal ügyvéd jelöltet, Sára Gyulát, az ipartársulat jegyzőjévé titkárává, aki ugye a jegyzőkönyveket vezette egyrészt, másrészt pedig a különböző jogi ügyekben képviselte magát az ipartársulatot, ipartestületet, és aztán később egyébként tiszteletbeli elnöke is lett ennek a körnek, gyakorlatilag egy olyan pozíciót töltött be, amit azért általában iparos emberekre bíztak, legalábbis az elnöki tisztséget mindenképpen. Ugye a jegyzői titkári tisztség azért az mégiscsak egy jogvégzett államigazgatásban jártas szakemberhez kapcsolódott, így van, de hát azért az elnöki tisztet általában iparosok töltötték be. Hát ezt az egy esetet leszámítva talán tényleg így is volt ennek a társulatnak a történetében. Mindez arról árulkodik, hogy népszerű volt akár a politikában, akár az ipart tekintve, népszerű közéleti személyiség volt már polgármestersége előtt is. Így van, abszolút ez elmondható, hiszen az ipartársulat jegyzőjeként, titkáraként és egyáltalán jó szónokként például rengeteg ünnepségen, ünnepi alkalmon ő tartotta a szónoki beszédet, ünnepi beszédet, amit gyakran méltattak is egyébként a különböző lapok, többek között a Székesfehérvár és vidéke, hiszen ennek a szerkesztőjével ugye az idősebb Csitári Emillel volt leginkább jó viszonyban az újságírók közül. Folyamatosan kiemelték az ő szónoki tehetségét, idéztek ezekből a beszédekből, leírták azt, hogy a díszvendég vagy az ünnepelt, akinek a tiszteletére mondjuk ezt az ünnepséget, estét rendezték, mennyire hálás volt ezért a szónoklatért, és még lehetne hosszan ragozni. Hát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy Sára Gyula előlépett egyfajta beszédíróvá és szónokká fehérvári szinten, hiszen az összes nagyobb ünnepségen szinte ő mondta ezeket az ünnepi beszédeket. Nyilván jól csinálta, és ezért hát kapta ezt a megbízatást. Én úgy gondolom, hogy azért jogi szakemberként nyilván ehhez is volt tehetsége, tehát aki írásban ugye azért elég bonyolult jogi nyelven, hatalmas nagy körmondatokban megfogalmazott beadványokat meg tudott szerkeszteni, nyilván az is értett, hogy hasonló szövegeket szóban előadjon. Említetted, hogy megnyitotta az irodáját, ugye láttunk erről is a dokumentumot is a Kossuth utcában. Nem tudom, jó helyen hozzuk ebbe a magánéleti részt közben. Abszolút jó helyen, hiszen közben történt egy házassága, ez is egy nagyon érdekes dolog. Majd, hogyha eljutunk odáig, akkor a feleségének a gyászjelentését meg fogjuk mutatni. Ott is leginkább az információk, az adatok miatt lényeges ez, meg hogy lássuk, hogy a magánélete hogyan alakult. És ebből kellett nekem visszaszámolni, mert hogy a házassági hírek között az ő nászukról valójában semmi információ nincs, holott például a Székesfehérvári hírlap, vagy a Székesfehérvár és vidéke rendszeresen beszámolt az anyakönyvi eseményekről, születésekről, halálozásokról, házasságokról, főleg, hogyha prominens személyek körében történt. Viszont Sára Gyulának a házasságáról igazából nem tudjuk, hogy pontosan mikor történhetett, még az sem, hogy melyik évben, valószínűleg 1892-ben vagy 93-ban. Igazából ezt pontosan nem lehet tudni. Borsicki Alojziát vette feleségül, aki egyébként 8 esztendővel volt idősebb nála. Hogy hogyan alakultak a körülmények, miért pont ő lett a felesége, igazából nem tudni semmit. Viszont hát az életkorukból adódóan is, ugye a felesége ekkor már túl volt a 40. életévén, gyermekük, saját gyermekük nem született. Két nevelt fiúk volt, hogy ne tévesszek, gyorsan meg is nézem a nevüket, Horváth József Géza, illetve dr. Németh Sándor. Egyébként aztán az ő leszármazottaik mindkét családban, tehát a horvát és a német családban is ügyvéd, jogász emberek lettek többek között. És hát az egykori ügyvédi irodában és lakóházban ma is az egyik leszármazottnak az ügyvédi irodája működik. 1907-et mondtad, hogy vissza kell térnünk rá, mert hogy ez egy fontos év volt. Mindenképpen vissza kell térnünk. Itt egyetlen egy mulasztásom van, hogy Zichy Jenőről nem hoztam képet. Majd, hogyha az iparkiállításokról fogunk beszélgetni, szerintem az több adás lesz, akkor mindenképpen fogok róla is portrét mutatni.
hiszen ő egyrészt az 1879-es iparkiállításnak egy nagyon fontos előmozdítója, Székesfehérvárnak az országgyűlési képviselője volt évtizedeken keresztül. Ahogy említettem, ugye a különböző politikusoknak az irányvonala, beállítottsága azért a dualizmus évtizedei alatt folyamatosan változott. Zichy Jenőnek is egyébként az álláspontja azért alakult, hiszen kezdetben a 67-es álláspontot képviselte, tehát azt, hogy a három külügy, hadügy, pénzügy, ugye ezek mindenképpen közös irányítás alatt legyenek, illetve hogy a monarchia az ugye kart-karba öltve Ausztria és Magyarország lépjen előre, többek között az iparban, kereskedelemben és a többiben, és aztán felismerte azt, hogy ahogy alakulnak a hatalmi viszonyok, nem biztos, hogy neki feltétlenül ma már úgy mondanánk, hogy a mainstreamben van a helye, vagy az elit körökben, vagy azokban a körökben, amelyek közelebb vannak a tűzhöz, hanem elkezdett igazából kiábrándulni ebből a 67-es politizálásból, és a 900-as évek elején már független országgyűlési képviselőként volt jelen a parlamentben, majd aztán pedig a függetlenségi és 48-as pártnak lett ő is a tagja az úgynevezett koalíciós időkben. Tehát ez azt jelenti, hogy 1905-ben, 30 év után először a Szabad Elvű párt, amit ugye korábban Tisza Kálmán vezetett, majd a fia Tisza István vette át a vezetését, válságba került, elvesztette a választást, és az ellenzék aratott győzelmet. Ferenc József viszont egy olyan lépést tett, amivel egy alkotmányos válság vette kezdetét, báró Fejérvári Gézánt, a korábbi honvédelmi minisztert nevezte ki miniszterelnökké, és az úgynevezett darabont kormányba csupa olyan hivatalnok embereket tett meg miniszterekké, akiknek egyébként politikai tapasztalatuk szinte semmi nem volt. Nem volt ugyanis szoros kötődésük, viszont mivel hivatalnok emberek voltak, így meglehetősen lojálisak voltak ugye a hatalomhoz. És kibontakozott egy olyan válság, amiben létrejött az úgynevezett Egyesült Ellenzék, és az 1905-1906-os időszak az arról szólt, hogy ez a szövetkezett balpárt vagy Egyesült Ellenzék néven nevezett tömörülés hogyan alakította a saját maga körét, és hogyan jöttek létre ezen belül egyébként a különböző kisebb-nagyobb pártszerveződések. Például Ifjab Andrássy Gyula is kivált Tisza Istvánnak a Szabad Elvű pártjából, és a vele tartó képviselőkkel, az úgynevezett disszidensekkel létrehozták az Alkotmánypártot. Ez az Alkotmánypárt, amiben többek között Vekerle Sándor is bekapcsolódott, és a második miniszterelnökségét már ennek a pártnak a színeiben kezdte meg 1906-ban. Ez volt a koalíciós időszaknak a kezdete, az alkotmányválságnak a vége, tehát az, hogy az uralkodó kinevezi az ismét megrendezett választásokon immár másodjára győztes ellenzéket, tehát ez zárta le gyakorlatilag ezt a válságot. Ez az alkotmánypárt volt többek között az, amely a hazai iparvédelmet propagálta, Kossuth Lajos után, az 1840-es évek után ismét. Tehát eltelt több mint 60 év, amikor ismét előtérbe került ez a helyzet. Ugye itt az volt a lényeg, hogy a monarchián belül ugye a vámhatárok, mint olyanok nem léteztek, szabadon áramolhattak a termékek, ezért nagyon sok osztrák áru jött többek között Magyarországra, és a minőségi magyar termékekre próbálták helyezni a hangsúlyt. 1906-ban többek között az Alkotmánypárt élén ifjú Batthyány Lajossal, az egykori miniszterelnök unokájával, Vekerle Sándorral, ifjú Andrássy Gyulával, Székesfehérváron pedig olyan figurákkal, mint Sára Gyula, doktor Sára Gyula most már, hiszen ügyvédként jegyzik 1895-től, Prohászka Ottokár, ugye frissen kinevezett székesfehérvári megyés püspök, vagy éppen gróf Széchenyi Viktor, pont a magyar iparnak a pártolására elkezdték tervezni a második székesfehérvári iparkiállítást. Ugye 1879 után 27 évvel ismét volt iparkiállítás Székesfehérváron, amely már kifejezetten a magyar árukat és a magyar termékeket, magyar iparosokat volt hivatott bemutatni. A 79-es az még nem erről szólt elsősorban. Tehát a függetlenségi politika megjelent Fehérváron is, és ennek volt az egyik zászlóvivője, ugye a már említett Zichy Jenő gróf, hogy visszatérünk az ő személyéhez, ezután az elég nagy kitérő után, de nagyon nehéz egyébként ezeket a körülményeket röviden elmagyarázni, hogy meg tudjuk ismerni. Viszont értenünk kell ahhoz, hogy hiszen nagyon fontos,
hogy ugye Zichy Jenő 1906-ban elhunyt, ez 1906-os év, ha jól emlékszem, novemberében, és a Függetlenség és 48-as pártnak ugye egy új képviselőre volt szüksége. Hát ezt az új képviselőjelöltet pedig úgy hívták, hogy dr. Sára Gyula, aki egyébként magát a képviselőjelöltséget el is vállalta. És egy nagyon érdekes körülmény, ahogy készültem erre a műsorra, ma délelőtt találtam az egyik újsághírben, szintén a Székesfehérvár és vidékében, egy ilyen nagyon rövid kis cikket, úgyhogy ezt már a képek közé nem sikerült becsempészni, ami arról szól, hogy a Függetlenség és 48-as párt az elhunyt Zichy Jenő helyére, mint országgyűlési képviselő dr. Sára Gyula ügyvédet javasolja, mint a párt egyébként akkor már elnökét, illetve az iparosok is szerettek volna egy jelöltet állítani. Ugye ez azért érdekes helyzet, mert ő korábban az ipartársulatnak volt a prominens tagja. Az iparosok ifjú Havranek Antal szobrász kőfaragó mestert szerették volna jelölni, ő viszont nem vállalta el ezt a jelöltséget, úgyhogy gyakorlatilag nem volt ellenjelölt, és Sára Gyula így lett országgyűlési képviselő, hogy egyhangulag megválasztották erre a pozícióra. És aztán történt az ő életében egy nagyon érdekes fordulat, hiszen eljött az 1908-as esztendő. Ugye 1908 elején még úgy hívták a polgármestert, hogy idősebb Havranek József. Az ő portréját is meg tudjuk itt mutatni. Mindjárt a legel biztos fogjuk. Segítene. Így van, 1878 és 1908 között töltötte be a város polgármesteri tisztségét, tehát 30 éven keresztül volt ő a város vezetője. Hát sajnos az utolsó néhány évben már meglehetősen szerencsétlenül muzsikált, mondjuk így. Az volt vele a legnagyobb probléma, hogy bizony hagyta a hivatalvezetőket és a hivatalnokokat elhatalmasodni a városházán, és hát sajnos mivel sem közgazdasági, sem jogi ismeretei nem voltak, vagy csak nagyon szerények, ezért bizony belevitték nagyon sok mindenbe, amiben nem kellett volna beleegyeznie, úgyhogy gyakorlatilag az anyagi csőd szélén állt Székesfehérvár, rendkívül sok kintlévőség volt, rendkívül sok követelés volt, és hát bizony voltak jogi problémák is, nem egy esetben, tehát itt azért a Panama gyanúja, vagy vesztegetés gyanúja is bizony felmerült, amire bizony nem egyszer idősebb Havranek József akár tudtával, akár tudtán kívül a nevét adta. Tehát egy roppant rossz helyzetben lévő városba kellett új polgármester. Igen, igen. Ő ugye annak Havranek Antalnak volt többek között a rokona, akiről már beszéltünk. Maga a család egyébként rendkívül kiterjedt volt, ráadásul elég nagy rokonsággal is rendelkeztek. Ugye a Felmájer kékfestőkkel, Moncskókkal, Csitáriékkal, Karlékkal, tehát a nagy iparos családokkal, ők azért, meg a kereskedő családokkal valamilyen szinten ők rokonságban voltak, vagy közelebbről, vagy távolról. És nyilván ezt a 4 évet kizárva sok mindent kapott is tőlük a város, hiszen többször megemlékeztünk róluk már a műsorban is. Bizony, hát ha 79-es iparkiállításra visszatérünk, ott már ugye idősebb Havranek József volt többek között a polgármester, tehát azért ne feledjük el, hogy az ő 30 évi tevékenységhez is nagyon sok érdem kapcsolódik. Elindított egyébként olyan beruházásokat, amiket már Sára Gyula fejezett be. Valószínűleg ő is elindította volna egyébként idővel, Havranek még időben nekilátott ezeknek. Tehát itt is kibontakozott egy válság egyébként Székesfehérváron. Ugye van egy megyés püspök, aki inkább függetlenségi irányba húz, aztán van ugye egy vármegyei és városi főispán, gróf Széchenyi Viktor, aki szintén a függetlenség irányvonalat képviseli, és hát van egy olyan helyzet, amikor 1908. januárjában a helyi függetlenségi párt már egyfajta puccsot szervez Havranek József ellen, és le akarják mondatni a polgármesteri pozícióról. Aztán néhány hónapig egyébként ő még küzd a becsületéért, és 1908. áprilisában mond le ténylegesen, április 9-én, és kialakul egy olyan helyzet, hogy nincs a városnak polgármestere. Van egy helyettes polgármester, aki ügyvívőként ugye viszi tovább az ügyeket, de hát új polgármestert kell választani. Úgyhogy már ezen az április 9-i napon, amikor a közgyűlés ezt a lemondást elfogadja, nagyon nem volt egyébként vita erről, hiszen egyértelmű volt, hogy ennek be kell következni. A kijelölő választmány két személyt jelölt erre a pozícióra,
következő képen láthatjuk az egyik szemét, ifjabb Havranek Józsefet, tehát a polgármesternek a fiát, aki később aztán vármegyei alispán is lett, és többek között a helyi kórháznak a fejlesztésében játszott nagyon fontos szerepet, illetve második helyen pedig dr. Sára Gyulát, aki akkor éppen ugye Székesfehérvárnak volt az országgyűlési képviselője. Tehát őket jelölték a polgármesteri tisztségre, és 18 szavazatnyi különbséggel egyébként dr. Sára Gyula nyerte el ezt a pozíciót. Az a Sára Gyula, aki tiltakozott ez ellen, mondva, hogy nem volt szabályos ennek a közgyűlésnek az összehívása. Nyilván itt az is szerepet játszott, hogy neki országgyűlési képviselőként el kellett azon gondolkodni, hogy szeretne esetleg polgármester lenni. Hiszen ha a város vezetését választja, akkor a képviselői mandátumáról le kell mondania, át kell adni a helyét másnak, és hát bizony nehezen találtak volna egyébként alkalmas jelöltet a helyére, bár végül is aztán sikerült valakit találni, egy kevésbé jelentős szemét erre a pozícióra. Úgyhogy törvénytelennek minősítette ezt a közgyűlést, és rögtön le is mondott erről a megszavazott polgármesteri tisztségről. Nyertesként óvta meg a gyakorlatilag döntést. Erről van szó, tehát azért egy rendkívül egyenes emberről van szó. Tehát már csak emiatt is azért érdemes az emlékezetünkben tartani az ő személyét. Április 16-án rendkívüli közgyűlésen megtárgyalták a lemondását, és döntöttek arról, hogy kiírnak egy újabb pályázatot erre a polgármesteri pozícióra. Egyetlen egy pályázat érkezett egyébként összesen, dr. Sára Gyuláé. Innentől kezdve igazából nem volt kérdés, természetesen a közgyűlés megszavazta, olyan körülmények között, hogy ő még éppen Budapesten volt egyébként a parlamentben, országgyűlési képviselőként, tehát nem vagy a közgyűlésen nem vett részt, még csak nem is tartózkodott Székesfehérváron, ezért két forrásból szerzett ugye tudomást a megválasztásáról, egyrészt a helyi sajtóból, többek között a Fejér megyei Napló 1908-ban cikkezett erről az eseményről. A Fejér megyei Naplónak a fejlécét szintén idehoztam, hogy meg tudjuk mutatni. Ez az Egyház megye kiadásában jelent meg egyébként. Tehát ugye Prohászka Ottokár megyés püspök volt a felelős kiadója, mint olyan, és ugye a főszerkesztője pedig Bilkei Ferenc, felsővárosi plébános, aki szintén eléggé harcos függetlenségi párti közéleti személyiség volt, tehát ő is alapvetően támogatta Sára Gyulát. Aztán Sára természetesen elfogadta ezt, táviratban értesítették ugye egy közgyűlési határozatról, hogy ez megszületett, és hát természetesen jóvá hagyta, illetve elfogadta ezt a kinevezést és ezt a megválasztást. Hoztam róla egy portrét, egyébként egyetlen egyet találtam róla az interneten, vélhetően ebben az időszakban készült egyébként, ugye 52 éves volt, amikor őt megválasztották, hát nagyjából egy 50-es embert láthatunk a portrén. És hogy azért kicsit még a személyéről, meg a polgármesteri tevékenységének a kezdetéről beszéljek, egy idézetet hoztam tőle, amit 2017-ben egyébként hallhatott, aki ott volt az emléktábla avatáson, de ezt szeretném most idézni, mielőtt a polgármesteri tevékenységére rátérünk. Tehát a székfoglalójában többek között ezt mondta el. Életem ezen örökre felejthetetlen, magasztos perceiben, a hála igaz érzelmeitől áthatva állok önök előtt, hogy szívem mélyéből eredő igaz köszönetemnek adjak kifejezést. Itt sok kihagyás következik. A maga teljességében átérzem ama kötelesség fontosságát, melyel azon megtisztelő bizalmukért tartozom, hogy városunk kormányzását, ügyeinek vezetését rám bízta. Ernyedetlen szorgalommal azon fogok törekedni, hogy a város közügyeinek lelkiismeretes intézése, a város fejlődése, haladása, polgárai érdeke, java és jólétének előmozdítása egy céltudatos és helyes közigazgatási rendszer megvalósítása biztosítassék. Éppen ezért igaz szeretettel és őszinte bizalommal kérem tisztársaimat, hogy városunk érdekében folytatandó munkában igaz szeretettel tömörüljenek azon zászló alá, amely zászlót a Törvényhatósági Bizottság megtisztelő bizalma adott kezembe. Ugye egyhangú határozottan. Féltékenyen őrizzük és védelmezzük meg a tisztviselői tekintét, önmagunk legyünk a szigorú bírái azon cselekedeteknek, melyek a tisztviselői tekintély rovására történnek, hogy ekként elnyerjük legszebb jutalmunkat, a város közönségének tiszteletét és bizalmát. Magyarul visszaállítani ugye a tisztviselői pályának a tekintélyét, amit ugye sajnos Havranek időszakának a végére sikerült lerombolni. És akkor a végén pedig ezt mondta,
Bizalommal megyek tehát a küzdelembe, s kérem a Jóistent, terjessze ki áldását városunkra, s annak lakóira, nekem pedig adjon erőt és kitartást, hogy a nagy kötelességeket, melyek állásommal járnak, híven és lelkiismeretesen teljesíthessem. Fogadják tehát a bennem helyezett és megtisztelő bizalmukért újólag hálás köszönetem. Kaptunk egy kis igazolást arról, hogy valóban nagyon míves szavakkal tudta megérinteni a hallgatóságot és a nagy érdeműt, mint szónok. Igen, kicsit hosszú az idézet, de azért azt el kell mondani, ha nem is a magam védelmére, de ugye a körülményeknek az ismertetésére, hogy az újsághírek szerint másfél órás volt ez a székfoglaló beszéd. Gyakorlatilag egy egész polgármesteri programot terjesztett ugye a közgyűlés plénum elé. Én azt gondolom egyébként, hogy ebből a kiemelt idézetből is azért jól látszik, hogy a köztisztviselői munkának a becsületét mindenképpen szerette volna helyreállítani, a közigazgatást azt ugye rendezni, tehát Székesfehérvárnak a közigazgatási helyzetét, beletartozóan az utcahálózatot, a körzeteket és minden egyebet, és hát ebben a beszédben egyébként tényleg lefektette azokat az alapvető pontokat, amiket aztán igyekezett ez alatt a 10 évi polgármesteri tevékenysége alatt elvégezni. Kihívás volt előtte bőven, hiszen hallottuk, hogy igen nehéz helyzetben lévő várost vett át. Ugye az előnye az az volt, akár az idősebb Havranekkel, akár az ifjabb Havranekkel szemben, hogy neki nem voltak közvetlen városházi tapasztalatai. Ami némileg hátrányt is jelenthetett volna természetesen, de ez azt jelentett, hogy egyik érdekkörhöz sem húzott alapvetően. Tehát nem volt kifejezetten ellensége a korábbi irányvonalnak, de nem volt támogatója sem. Az észszerű és érvekkel alátámasztható beruházásokat nyilván folytatta, illetve ami nagyon fontos volt, hogy elkerülje azt, bár jogi szakemberként nyilván azért kevésbé volt megvezethető, amit aztán ugye Havranek Józseffel tettek az előző kurzusban, hogy hát bizony itt azért fejcserékre volt szükség, mai nyelven már így neveznénk, tehát a köztisztviselői kart elég rendesen megnyírbálta, és hát ugye különböző embereket vett ki pozíciókból, illetve a helyükre bizalmi embereket, elsősorban bizalmi embereket és jól teljesítő hivatalnokokat helyezett, akik megállták a helyüket azért ezen a pályán. 1915-ben például az egyik legjobb barátjának, idősebb Csitári Emélnek a fiát fölvette a vízművek osztályára, tehát volt egy osztály, ami kifejezetten a közművekkel foglalkozott, és ezen belül a vízművekkel, vízszolgáltatással, ami 1911-ben indult meg egyébként Fehérváron, vezetékes ivóvízszolgáltatás, tehát már Sára Gyula idejében, ifjú Csitári Emil így került akkor a városházára, és aztán járta végig a ranglétrát egyébként egészen a jegyzői pozícióig, amiből aztán ugye majd polgármester lett később. Sára Gyulának ugye nem volt meg ez a hivatali útja, viszont rendkívül sok embert ismert ugye Fehérváron. Nem voltak alapvetően családi kapcsolatai a városban, tehát nem lehetett őt például kompromittálni. Nem lehetett hírbe hozni azzal, hogy a családtagjai révén akar különböző dolgokat elintézni, pozíciókat betölteni. Hát ugye a közgyűlés kit jelölt idősebb Havranek Józsefeire, a fiát, aki egyébként később kiderült, hogy szintén nagyon jó jogi szakember volt, dr. Havranek József, 1938-tól Ecsedi József néven, de hát ekkor még nem volt ugye bizalom iránta a városban. Tehát egyrészt ugye a köztisztviselői karnak a cseréje egy nagyon fontos dolog volt, aztán a pénzügyeknek a reformja, tehát az, hogy Havraneknek ugye különböző pótadókat kellett kivetni a lakosságra, iparosokra, kereskedőkre azért, hogy valahogyan ezeket a kint lévőségeket ugye ki tudja fizetni a különböző bevételekből. Sára Gyula többek között kedvezményeket biztosított az iparosok, kereskedők számára, ezzel kicsit érénkült az adózási kedv is, illetve hát különböző tehát új díjszabást vezetett be. Természetesen voltak olyan díjtételek, amelyeket újonnan állított fel, pontosan azért, hogy ezekből aztán megfelelő bevételt lehessen létrehozni. Tehát ilyen volt például a telekkönyvi illeték, amit ő bevezetett, Havranek József ezt nagyvonalan elengedte, Sára Gyula bevezette, és azt mondta, hogy ez majd nagyon jó lesz valamire. És ez a valami, ez az 1912-ben megvásárolt, ma városházi tömbnek nevezett terület volt, hiszen ekkor vásárolta meg többek között az Icsi palotát,
amivel ugye 1936-37-ben a régi városházat egybeépítették, a Bierbauer házat, ugye a két, tehát a városháza, illetve az Icsi palota között lévő kis házat, aminek ugye a jellegzetes zárterkéjét azt a városházának a bazilika felőli oldalán ma is láthatjuk, illetve az Obermeier házat, az úgynevezett városház közben, tehát a lépcsősornak a tetején, ahogy a bazilika felé megyünk a városháza udvarából. Ezt a tömböt ugye a 30-as években bontották ki, de a vásárláshoz a tőkét, azt bizony Sára Gyula polgármesterségi idején sikerült megszerezni, és ekkor már lett volna egyébként lehetőség az átalakításra, de hát sajnos közbeszólt a háború. Tehát nagyon sok mindenre nem volt idő. Még a legjobb pillanatban egyébként 1912-13-ban indította meg többek között ugye az útfelújításokat, utcarendezéseket, és nagyon fontos belvárosi, vízivárosi, illetve felsővárosi utakat tettek rendbe az ő polgármestersége idején, még a háború kezdeti időszakában is. Aztán neki egyébként nagyon sok egyéb terve volt, amelyeket pont az első világháború kitörése és a fokozatos gazdasági nehézségek miatt, meg ugye az úgymond az emberanyag hiánya miatt végül is nem sikerült végrehajtani, különböző építkezések, egyéb beruházások, tereprendezések voltak még ugye tervben, ezeket a háború megakasztotta, és már nem sikerült végrehajtania. Amikor megvásárolta a városháza melletti épületeket, az tudatosan a városháza bővítéséért tette? Így van, ez már erről szólt, hiszen a városháza már ekkor is alapvetően kicsi volt annak a hivatalnak állománynak, ami aztán a 30-as évekre még inkább feldúzzat. Ugye erről már sokszor beszéltünk, és sokszor említettük is, meg biztosan fogjuk is még. Ugye vendégekkel beszélgettünk, vagy amikor ketten beszélgettünk, akkor is többször szóba került, hogy a városháza mondjuk úgy a dualizmus kezdeteitől folyamatosan egyébként helyhiánnyal küzdött, és ez ma is tapasztalható. Tehát már ugye eljutott odáig, hogy a 80-as években a város ugye használatba vette a városháztér 2-es számú épületet, ugye a mai polgármesteri hivatalnak a második épületét, illetve különböző irodái működnek még a város egyéb pontjain, tehát gyakorlatilag ez a helyhiány ez ma is él. És ami még aktuálissá teszi egyébként ezt a vásárlást, az pont az a bejelentés, amit ugye a polgármester úr egyrészt félhivatalosan a városházi beszélgetésünk során megtett, hogy ugye az idei évben 2022-ben elindul a városházának a teljes felújítása, illetve aztán nemrégiben a sajtóban is megjelent ez a hír. 1908-ig népszerű volt Székesfehérváron dr. Sára Gyula. 1908-ban polgármesterségét nem éppen népszerű dolgokkal kellett kezdenie, még ha kötelező is volt, mégis meg tudta-e tartani a bizalmat? Megtudta, hiszen ha bár említettem, hogy nem voltak neki ugye családi kapcsolatai Székesfehérváron, hiszen a szülei költöztek be a városba, mégis voltak neki olyan befolyásos barátai. Ugye Csöppenszky Mihálynak, Holli Gézának a nevét említettem, az idősebb Csitári Emil nevét, akik bizony befolyásos emberek voltak itt a városban, és hát közben tudtak járni természetesen az ő érdekében, akár személyesen is, arról, hogy mondjuk meggyőzzenek észérvekkel, tehát nem pénzzel, hangsúlyozom, nem korrupcióról van szó, észérvekkel olyan embereket, akár közgyűlési tagokat, akik kezdetben nem támogatták az elképzeléseit, például a hivatalnokikar átalakítása. Hát ott azért jelentős családoknak a gyermekei is többek között helyet foglaltak a városházán, akik így úgy teljesítettek, nem mindenki a teljesítménye és a tehetsége alapján került be. Tehát azért voltak itt elég komoly sérelmek, viszont Sára Gyula egy nagyon jó hírű ügyvéd volt ekkor Székesfehérváron, nem csak a már korábban elmondottak miatt, hanem nagyon sok fontos ügyet elvállalt, nagyon sok nehéz ügyet is elvállalt, ráadásul hivatalból kirendelt ügyvédként is azért többen találkoztak vele, meglehetősen lehetetlennek tűnő szituációkban, ahol általában a pereket sikerült megnyernie. És hát nagyon sikeres volt ez az ügyvédi iroda, tehát kezdetben elgondolkodott azon, hogy a polgármesteri tisztsége mellett ezt az ügyvédi irodát is tovább viszi. Hát rábízta a családra, és a család vitte tovább, csak hát sajnos, ahogy Csitári G. Emil, az ifjabb, későbbi polgármester az emlékirataiban leírja, bizony a jóakarók, úgymond jóakarók ezt az ügyvédi irodát viszonylag hamar tönkretették. Ez többek között annak volt köszönhető, hogy Sára Gyula nagyon szívesen adakozott bárkinek, bármire. Tehát, hogyha valaki pénzt kért tőle, jogi segítséget kért tőle,
akkor ezt ő megadta, hogyha arról volt szó, akkor akár ingyen is. Tehát egy idő után ennek az ügyvédi irodának bizony a bevételi elapadtak, és hát polgármesterként egyébként sem tehette meg azt, legalábbis erkölcsileg kötelességének tartotta, hogy segítsen, hogy bárkitől visszautasítsa ezt a segítséget. Mi történt 1918-ban? 1918-ban egy nagyon érdekes helyzet állt elő, ugye a monarchia elveszíti a háborút, megszületik a fegyverszünet, és november 18-án elkövetkezik az a pont, amikor az akkori polgármester dr. Sára Gyula, illetve a vármegyei és városi főispán gróf Károlyi József azt mondják, hogy akkor nekik most ennyi volt, elég volt ebből. Ugye az országot a Nemzeti Tanács irányítja, az önkormányzatoknak a szerepét fokozatosan próbálja átvenni. Ugye népköztársasági kormány van Károlyi Mihály vezetésével, ez a gróf Károlyi Mihály egyébként Károlyi József grófnak, Fehérvár Csurgó birtokosának a féltestvére, tehát a főispán féltestvéréről van szó, és nagyon érdekes, hogy később Károlyi lesz az, aki bizalmatlansági indítványt nyújt be a saját féltestvérének a kormánya ellen, hiszen olyan lépéseket tesz meg gyakorlatilag ez a kormány, amit már jogilag, mint államigazgatási szakember, hiszen Károlyi József is jogi szakember, nem tud igazából támogatni, sőt élesen ellenzi. Egyrészt egy rendszerváltás is létrejön, hiszen ugye királyságból népköztársaság lesz Magyarország, tehát változik az államforma, és ugye innentől kezdve a Nemzeti Tanácsra kéne letenni a hűségesküt, és egyébként a Nemzeti Tanácsnak a jogkörei fokozatosan bővülnek, be kéne engedni a vármegyének és a városnak a vezetésébe a tanácsot, és akkor Sára Gyula és Károlyi József egyöntetűen azt mondják, hogy eddig és ne tovább, 1918. november 18-án mindketten lemondanak erről a pozícióról. Mi történt vele utána? Hát utána igazából betegeskedett. Tehát 1918-ban őt már különböző betegségek érték, és hát bizony elkövetkezett az az időszak, amikor ezek a betegségek elhatalmasodtak rajta. Aztán elkövetkezett 1922, amikor is az év elején elvesztette a feleségét, Borsicki Alojziát, akinek a gyászjelentését szintén meg tudjuk mutatni. Most nem néztem még, hogy hol tartunk a képekkel, úgyhogy meglátjuk mindjárt, hogy mi a következő. Megmutatják kollégák, és igen, közben tehát a gyászjelentés következik, Borsicki Alojziájé. Láthatjuk, hogy életének 75. évében hunyt el, tehát 74 éves volt ekkor, házasságának 30. évében. Na ez az az adat, amire ugye utaltam itt a beszélgetés közepén nagyjából, hogy ugye 1892-93 környékén lehetett ez a házasság, ennél többet tényleg semmit nem tudunk róla, már azért benne voltak a korban mindketten. Aztán január 6-án egyébként a feleségét eltemették a Szentháromság temetőben, tehát ugye a hosszú temetőben, a családi sírboltba, és a bazilikában mutattak be egyébként érte szentmisét, és hát ahogy általában a gyászjelentéseken, itt is látható ugye a rokonoknak a neve, tehát dr. Sára Gyula polgármester, ugye a gyászoló férj, Horváth József Géza, illetve dr. Németh Sándor a nevelt fiúk, az ő feleségeik, illetve a tőlük származó unokák nevei kerültek itt felsorolásra. Úgyhogy, ha valaki családfát kutat, mindenképpen ezt is érdemes megnéznie. Tehát bekövetkezett az életében egy tragédia, igazából özvegyen maradt. És akkor itt még két képet hoztam Borsicki Alojziához kapcsolódóan. Az egyik az ugye a síremlékét mutatja, őt a családi sírboltban temették el, tehát ma már a nevelt fiai is ott nyugszanak egyébként, illetve az ő családtagjaik, és azt is meg tudjuk mutatni egy térképen, ugye a Városgondnokságnak köszönhetően, hogy ez a sírhely hol található a hosszú temetőn belül. Talán a kápolna is látszik, nem olyan közel a kápolnához egyébként, de hát azért a hosszú temetőben alapvetően ugye Fehérvárnak a krémje, vagy hogy akkor jól nevezték, Fehérvár eleje nyugszik. És aztán Sára Gyula sem sokáig élt már egyébként özvegyként, hiszen áprilisban az ő halála is bekövetkezett, 1922. április 13-án hunyt el, ahogy ez a gyászjelentésében is olvasható, ugye volt országgyűlési képviselőként, ügyvédként, nyugalmazott polgármesterként emlékeztek meg róla,
hatalmas nagy gyászpompával temették el, őt nem a családi sírboltba temették, ugye Fehérvár egykori polgármestere és országgyűlési képviselőjeként egy külön sírhelyet és egy külön dísz síremléket kapott. Ennek a fotóját is meg tudjuk mutatni. És ugye a következő képen pedig az is látszik, hogy a kápolnához képest milyen közel helyezkedik el, gyakorlatilag ennek a kápolnának a szomszédságában. A gyászbeszédet egyébként többek között az akkor hivatalban lévő polgármester dr. Zavaros Aladár mondta, aki így emlékezett meg Sára Gyuláról: élete egy állandó áldozat volt a város javára, áldozatul hagyta vagyonát, nyugalmát, és ami a legnagyobb volt, egészségét is. Hát így zárult az ő élete, és igazából ezek után még amiről ugye érdemes beszélnünk, az az emlékezete. Amire nagyon kevés időnk maradt, de el tudjuk mondani, hogy mindenképpen említettük már a táblát, így az van, emléktáblát a Kossuth utcában. Röviden össze lehet foglalni egyébként az emlékezetét néhány mondatban. Ugye az emléktábláját említettük, 2017-ben került sor ennek az avatására, hogy az egykori lakás és ügyvédi irodának a homlokzatán, a dédunokának, a mostani ügyvédnek egyébként a jelenlétében, Pintér Balázsnak az alkotása. Pintér Balázs az alkotó egyébként egy másik polgármesteri emléktáblának, Csitári G. Emil emléktáblájának is, majd ha róla beszélünk, akkor megint csak szóba fogjuk hozni. Ugye a Sára Gyula programot már többször is említettük, nem véletlen egyébként, hogy pont a nagy útfelújítások és közműfelújítások kezdetének a 100. évfordulóján indult el Székesfehérváron, és egyébként ma is tart, tehát azért egy elég átfogó programról van szó. Az emléktáblához kapcsolódóan még egy képet hoztam, ugye Bobori Zoltánnak a portréját azért emeltem be ide, mert ő volt az, aki ezt az általam idézett gondolatsort is elmondta, ugye 2017-ben az emléktábla avatón, ugye ebből a polgármesteri programbeszédből, székfoglalóból. Aztán ugye a Sára Gyula programhoz kapcsolódóan hoztam még egy képet, az gyakorlatilag egy ismertetőnek az első diája, tényleg, ami bemutatja, hogy mit is tartalmaz ez a program. Illetve az emlékezethez kapcsolódóan azért még egy képet hoztam, ezt már kifejezetten figyelemfelhívásképpen, így az utolsó képünket, ami a 21-es számot viseli, hát ez egyes emberek szerint szerencsés, mások szerint kevésbé szerencsés, de talán most azért eljut az illetékesekhez, ugyanis ezt a képet már láthattuk. Ebből hoztam most egy nagyobb méretű kivágatot, amin az látható, hogy itt a sírhely megváltás időpontján, hogy érdeklődjön irodánkban. Én azt gondolom, az lenne a szerencsés megoldás, akár dr. Sára Gyula, akár mások esetében, hogyha nem a leszármazottaknak és a családoknak kéne gondoskodni ezeknek a sírhelyeknek, akár a megváltásáról, akár a karbantartásáról, és nem csak nagy ünnepi megemlékezések kapcsán kerülne oda egy-egy koszorú vagy néhány szál virág, hanem ezek is bekerülnének a székesfehérvári védett és gondozott síremlékek közé. Én azt gondolom, hogy nekünk az utókornak ez egy nagyon fontos kötelességünk. Én pedig bízom benne, hogy Sára Gyula emlékezetébe belesorolhatjuk ezt a műsort is. Váci Márk történésznek nagyon szépen köszönöm, és köszönjük a nézőknek is, hogy velünk voltak. Városrészek titkai című műsorunkkal legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Viszontlátásra!